Sziasztok! Ebben a videóban azt szeretném megmutatni, hogyan tudtok a DaVinci Resolve-be beépített átmeneteket szerkeszteni, változtatni rajta. Azzal kezdem, hogy behúzok egy Solid Color-t, majd ráhúzok egy átmenetet, és azt fogom szerkeszteni. Solid Color-t, itt találjuk meg, a generátorok között. Tudjuk a színét változtatni, amennyiben szeretnénk, és tudjuk szerkeszteni is. A színét azt itt tudjuk változtatni. Itt legyen például, legyen kék. Megváltoztatom képre, a videósába lejjebb görgetünk, és ott van a cropping, abba tudjuk szerkeszteni, ahol az állat. Amit elrontunk, akkor nyugodtan kattintsunk a mellette lévő karikára, és vissza alaphelyzetbe. Itt is tudjuk szerkeszteni, vagy pedig leg. Itt átkattintunk a Transform Mode-ba, és itt is tudjuk szerkeszteni, ízlés szerint. Tudjuk forgatni is természetesen. Tudjuk itt is felkeszteni. Amennyiben ezt szeretnénk visszaállítani a helyzetbe, vissza felgörgetünk a legtetejére, és a transport mellett, ami van karika, arra kattintunk le, vissza ismét alaphelyzetbe. Átmenetet pedig úgy tudjuk szerkeszteni, ráhúzok egy átmenetet, milyen legyen, legyen a Mega Iris. Ugye ezt alaphelyzetbe, a sarokba teszi be. Rákattintunk az átmenetre, és végig tudjuk húzni a teljes videóságunkon, amit már betettünk. Itt megfogjuk a szélét, és végig húzzuk. Úgy néz ki. Ezt tudjuk tovább szerkeszteni, vagy akár meg is tudjuk állítani egy állandó videósávra. Meg tudunk azt innen is változtatni, legelőször is. A háttér átláthatóságát akarom beállítani. Mit tudjuk megtenni? Visszakattintunk a Solid Color-ra, visszamegyünk a videósávba, a videósávon lejjebb görgettünk a Composite-ra, a Composite-on megnyitjuk ezt a kis ablakot. Itt rákattintunk az Add-ra. A háttér átláthatóságát állítjuk be, behúzunk. Feljebb toljuk egy idősávba, behúzunk alá egy videót, amit szeretnénk. Vagy amire szeretnénk rátenni. Átállítottam zöldre. Ez úgy, ahogy kinéz, szerintem egyébkületően néz ki. Ezt a felső sávot, ezt egy pillanatra lezárom. Hát ugye behúztam
ezt a fényképet. Láthatjuk, nem töltik a teljes képet. Úgy szoktam beállítani, úgy is be lehet állítani, hogy rákattintunk, és akkor meg fogja szélni, kihúzzuk. Így is lehet, de én általában ettől egy kicsit egyszerűbbet szoktam használni, nekem legalábbis egyszerű, nem mindenkinek. Mindenki azt használja, ami neki éppen a kezére esik. A transform, a videósávba ismét legörgetünk. A legalsó részre, azon belül lenyitjuk ezt a Starlink ablakot, azon belül a fittet. Fittet kattintunk, és kiteszi teljes képbe. Ezen belül van több funkció. Ez egy kicsit szélesíti a legalsó. Ez nagyítja. Én általában ezt szoktam használni, a fittet. Ez adja vissza legjobban a képet. Majd visszaállítom a felső időszávunkat. Akkor ez így néz ki. Ezt tudom tovább is szerkeszteni, de most ennyit szerettem volna megmutatni. Majd fogom folytatni a következő videóban. Amennyiben tetszett, kérlek dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!